Székesfehérvár turisztikai népszerűsége továbbra is töretlen, hiszen a város bővelkedik az értékekben. Jelentős kiállítások, vonzó desztinációk, program lehetőségek várják egész évben az ide érkező külföldi és belföldi látogatókat. Mindezt Róth Péter alpolgármester és Efszegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője erősítette meg csütörtökön. Büszkék lehetünk arra, hogy Székesfehérvár tele van értékkel, és ezeket az értékeket be tudjuk mutatni mindazoknak, akik eljönnek hozzánk, és nagy büszkeség, hogy ez az év minden nehézség ellenére is hozta azt az eredményt, amit a tavalyi csúcsév hozott. Az idei turisztikai szezon eredményeit illetően elhangzott, a városban eltöltött vendégészakák száma az első 9 hónapban 38% növekedést mutat, melyeket szállodákban és közösségi szálláshelyeken töltöttek el az ideutazók. Ami pedig a város összeszálláshelyen eltöltött vendégészaka számot illeti, itt kifejezetten növekedésről is beszámolhatunk. Ez részben a hivatás turizmushoz, részben pedig a szabadidős turizmushoz köthető, nagyobb részben a külföldi vendégészakák nőttek. Efszegő Krisztina hozzátette, a Turinform irodát 13.650-en keresték fel, az idegenvezetéses programok száma a tavalyihoz hasonlóan alakul. A Turinform iroda idén is hasonló számú idegenvezetéses programot bonyolított, mint tavaly. Tavalyi az csúcsév volt, úgyhogy ezt egy nagyon jó eredménynek tekintjük. Közel 300 idegenvezetéses programot bonyolítottunk itt a Turinform irodában, és 200-hoz közel itt a Sóston bonyolított programok száma. 12-13 ezer fő részvételét jelenti ez összesen az eddig eltelt időszakban. Az évnek pedig még nincs vége, a számok valószínűleg még nőnek az év hátralévő részében, hiszen előttünk áll a Halloween és az Advent, melyek szintén tartogatnak népszerű kikapcsolódási lehetőségeket. A 2023-as év újdonságokat is hozott a Turinform iroda számára. A nemrég indított királytúrák elnevezésű program nagy népszerűségnek örvend, melynek során az óriásbábokat lehet megtekinteni a fűtőerőműben. De az iroda egy új weboldalt is indított Fehérvár neked címmel, mellyel városmarketing gyémánt díjat nyert.